Sziasztok, Barcsik Laci vagyok, elindítottuk a Kettlebellás Podcast sorozatunkat. Az első állomásunk Cegléd, itt vagyunk Anita termében. Sziasztok! Vágjunk is ebből a közepébe. Mutasd már, Anita, nekünk az egyesületedet, mit kell tudni rólatok? Először is köszönjük szépen a tapsot, de természetesen az téged, igen. Szóval itt városunkban egy fél éve alapítottuk meg a Ceglédi Kettlebell Sportegyesületet. Rendkívül gyorsan fejlődünk és gyarapszik a csapatunk, aminek nagyon örülök. Heti 2-3 alkalommal tartunk edzéseket. Hol? Mi a címe a tervetek? A Malom téren tartunk, a Spárta teremben felkészülő edzéseket is, és természetesen nem csak versenyzők, hanem azok is járnak hozzám, akik szimplán csak a kettlebell szerelmesei, és a kettlebellel próbálják a testüket megmozgatni, átmozgatni, de örömmel tudom mondani, hogy most már legalább 10 főből áll a versenyző csapatom is. Wow, az tök jó. Egyedül kezdted még, ugye? Hát igen, nálad kezdtem, és ugye te voltál az, aki biztatál arra, hogy kezdjék el tartani az edzéseket, holott én mondtam, hogy de hát hogy mikor még én sem tudom annyira a dolgokat, de hála Istennek hallgattam rá, belecsaptunk a lecsóba, aztán így szépen fejlődik a Ceglédi csapat. Akkor tényleg szépen, és szoktam látni, hogy gyerekeknek is szoktál már tartani, általános iskolában vagy valahol. Hát ez onnan kezdődött, hogy van két kislányom, ugye, és ők az úttörői ennek a gyermek kettlebellnek. Igazából onnan kezdődött, hogy magukra zárták az ajtót, aztán elkezdtek kettlebellezni, ha már én nem engedem, akkor maguktól. És hát, hogy az első alkalommal el is vittem hozzád a Mirát, hogy megszeretesd vele ezt a sportot, ez sikerült is. Igen. És azóta hogy tetszik a gyerekeknek? Hát nagyon szeretik, és lelkesedésük töretlen. Azóta már egy több általános iskolás és alsó és felső tagozatos gyermek is jár kettlebelezésekre. Próbálgatják a szárnyaikat, erősítünk vele, gyakorolgatjuk, úgyhogy ezek az online versenyeken már ők is szerepelnek. Igen, ezt láttam. És ugye már voltunk a magyar bajnokságon a csajokkal, a lányaimmal is, nagyon tetszett nekik, jó szerepelt. Igen, bejön ez. Nálam is jár egy kis srác, az Ádám. Ő is nagyon ügyes. Hát ő nagyon-nagyon. Teljesen bele van és a kettlebellbe. Hát és Írországból viszem most már lányokat. Tényleg? Ott egy maraton versenyt. Maraton, de az Európa bajnokság vagy világbajnokság? Így van, az első gyermek Európa bajnokság lesz, úgyhogy ebben is. Milyen korcsoportban indulnak? Nem lesz még szerintem a 10 éves alatti korcsoport és 10 éves feletti korcsoport, hogy a következő már junior lesz. És mi a feladat itt a gyerekeknek egy 15 ilyen perc, 15 ők perc. Választanak versenyszámot, ugyanúgy lehet választani snatchet, jerköt és hosszú ciklust. 15 percig akárhány kézváltással, az ő súlyt, hogy korcsoportjukban 3 kilós kettlebellel. Azért az durva, 15 percig. 15 ide. Perc, bizony. Úgyhogy én próbálkoztam, az 5 percek megvannak, ezen az online verseny erre is jó. Tudom, hogy még technikailag azért sokat kell fejlődni, de azért így lehet próbálkozni, meg gyakorolgatni rajta. Jó, de hát ez jó. És mi a helyzet veled? Mész az EB-re, ezek szerint a maraton EB-re és a BB-re, ugye idén? Igen, hát én maradok egyébként ugye a 10 perces versenyszámon, amire szoktunk edzeni. Ez az EB dolog úgy jött, hogy kipróbáltam egy angol bajnokságon, ott nagyon jól ment és megszerettem, és hát meg is invitáltuk erre a versenyre. 20 kiló, ugye? 20 kilóval szakítottam 30 percig. A mi EB-nken itt Kecskeméten veterán kategóriában 16 kilóval fogok szakítani, és profiba 24-jel. Arra nagyon keményen edzek, és természetesen ez az elsődleges. És hát a maraton az pedig azért nagy szív, ugye, mert az egész családommal együtt, hát együtt fogok versenyezni a lányaimmal, ez nagyon nagy dolog. Az nagyon király. És az a VB-re is jössz, ugye? Igen, szeretnék természetesen, igen, és szeretnék addigra kellőképpen felkészülni, hogy jól szerepeljen a magyar csapat. Értem. Csapatod indulnak az EB-n, hányan indulnak? Illetve kik és miben? Igen, szerencsére, hogy most idehoztad nekünk az EB-t Magyarországra, így van lehetőség, szép számmal indulunk nekünk magyaroknak. A több mint 40 fő a regisztráció. Igen, és ugye Lettországon meg voltunk összvisz 8-an még tavaly, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Igen, indulunk, minden versenyszámban lesz képviselője az egyesületnek, aminek szintén nagyon örülök, fiúk és lányok egyaránt képviselnek. Kik indulnak, mondd már el, név szerint. Persze. Indul Angyal Viktória, 16 kg snatchben, Majorosi Dorina, 16 kg snatchben. Ő fiatal, ugye? Csak azért indul felnőttben, mert juniorban nincs. Igen, Dorika 18 éves, de ha juniorba kell indulni, 24 kg-ban kellene szakítania, úgyhogy ezért a felnőttbe indítjuk. Jó, Dorinát. De ügyes, legalább előrefelé. Igen, igen. Egyébként nem ilyet meg a 24, és csak nem bírja még. De bátran vállaltam, mert a regisztrációt először véletlenül junior kategóriába indítottuk, de aztán a sorokat rendeztük. Jó. Igen, Ecseri Enikő,
szakítás 16 kiló. Egy kategóriában a Vikivel, ugye? Igen, ők velem is egy kategóriában meg veled vannak is. Egyébként, igen. Igen, csak ők felnőtte veterán. Igen, így hál' Istennek, itt most nem fogunk egymás ellen versenyezni, de elő szokott fordulni, hogy most már... Igen, van egy profitok is. Van egy profink Gábor, Ambrózi Gábor, 32 kilóval fog hosszú ciklusozni, van 16 kiló kétkezes hosszú ciklusban Henning, Kovács Henning. Azt sem, Balogs... azért itthon még nem sokan csinálják két 16-osra. Hát lányoknak ez azért nagyon kemény, két golyóval azért igen, egész máshogy állunk mi hozzá, mint ti fiúk, de, igen, de ügyes. Ügyes. És Szandi, Balogh Szandi, aki teljesen kezdőnek számít még, és még csak egykezes hosszú ciklusba indul, de mivel szeretne elbírni, hogy így beledobva a mély vízbe, hogy kétkezessel fog ő is indulni. Igen, mert ugye az egykezes hosszú ciklus az most bemutatkozó szám lesz, igen. És rendes kétkezes hosszú ciklus a főszám, a tavalyi VB-hez képest ugye ez változás. Hát igen, hogy ugyanazok legyenek a lányos számok, igen, mint a igen. Férfi számok. És akkor valaki bevállalja, valaki, hogyha nem, ő is el tud indulni, de csak ilyen kiegészítő. Én nagyon számba. Örültem nálunk, mindenki bevállalt, úgyhogy bátrak igen. A csajok, pitbullok. Hát úgyhogy... Jó, tartasz egy versenyt évvégén? Ó, igen, nagyon nagy gőzzel készülünk rá, ez az első verseny lesz itt Cegléden, szeptember 29-én, úgyhogy igazából még csak egy fotós időpont van, és már legalább nem is tudom, 80 atléta jelentkezett rá, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, remélem jól fog sikerülni, nagyon készülök rá. Biztosan. Van valami tervetek még idénre ezen kívül? Hát igen, verseny, hol? Arra mi megyünk, ugyan sok gyakorlás fontos, versenyszituáció szerintem nagyon fontos, azt az edzéseken nem tudom megtanítani a csajoknak, úgyhogy a környező országokban, horvát, szlovén, szerb, ukrajna, lengyel, mindenhol, ahol csak jó. Tudunk, mindig képviselni fogjuk magunkat. Na, tök király. Jó, hát akkor sok sikert nektek, köszönjük szépen a beszélgetést. Okay. Sziasztok! Sziasztok!